Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megnyitó közönség, szeretettel köszöntöm Önöket, Ézsiás István szobrok, reliefek kiállításának a megnyitóján. Végre valahára újra meg tudtunk nyílni, és külön köszöntöm a Csiki iskola másik két jelenlévő tagját, Nagelmit és Nemes Ferencet. Abban maradtunk Istvánnal, hogy nem szervezünk semmiféle megnyitó speech-et, hanem ő maga fog beszélni arról, hogy miért ezeket a műveket hozta el ide hozzánk ma, hosszú-hosszú évek várakozása után. Úgyhogy átadnám neki a szót, fogadják őt szeretettel. Jó napot kívánok, kedves barátaim, kedves művészetbarátok, ismerősök. Nem szoktak művészek a saját munkáikról beszélni, én is inkább arról szeretnék beszélni, hogy miért készítem ezeket a munkákat, miért hoztam ide, és hogy mi az apropó, hogy pont ezek vannak kiállítva a életművem talán egy 20-nyi töredéke. Hát először is azért, mert karanténban voltam hónapokig, és az udvarunkban, és az én műtermem, amit tudtam elérni, meg csinálni, azokat hoztam ide, több vidéki helyszínen, a Kelet-Európa Képtár és Szoborparkban van Olaszliszkán nagyon sok munkám, aztán Pápán, Veszprémben, a Vináron a szülőfalumban épül egy múzeum, ott is van elég sok, meg külföldön is van kiállításon, amit nem kaptam vissza például Madridból, de lemondtam már 2-3-ról, hogy mert fölnagyítják nagyobb méretbe, és akkor azt ott hagyom a galériának. Mi az arcpolitikám, ami egy elég közhely kérdés, meg a válasz is az lesz. De azt hiszem, hogy az ipari technológiai háttér, a high-tech és a modern ipari tájformálás az, ami domináns. A kézműves jelleg az azért megmaradt, mert hogy megszűnt az a fajta ipari háttér, ami rendszerváltozás előtt volt, mert másként alakultak a dimenziók, és a multik azok már számolják a géporrát, és minden sokba kerülne. Ezért visszatértem, kézműves módon az ipari élményeket folytatom, ugyanakkor visszacsatoltam a régi restaurátor időszakomra, valamint a Bakonyi faszobrász művészetre. Kaptam is országos faszobrászati díjat Nagyatádon, de ugyanakkor a modern képzőművészet vérkeringésébe kerültem, hogy meghívtak több külföldi kiállításra, Olaszországban, főleg Párizsban, Duisburgban, Lembruck Múzeumban volt önálló kiállításom, mint fémszobrásznak. És hát az olasz ösztöndíj, amit kaptam a Római Magyar Akadémia meghívására, rendeztem egy kiállítást, a magyar konstruktivizmus és az olasz futurizmus, a futurizmus éri, konstruktivizmus OG, ez volt a címe. És hát onnét volt a fontos iniciatíva, hogy a diákkori mesterem, egy futurista, kubista bábművész volt, aki az Arc-en-Ciel Színház egyik megalapítója volt Párizsban, és az a fajta plasztikai megközelítés a képzőművészetnek, az a dimenziója Sándor bácsi által iniciálódik, és a Sándor bácsitól, tehát a világra való nyitottságot, főleg a francia orientáció, meg így is tanultam már akkor is, de később a francia nyelv lett, a Restaurátor Szabad Egyetemen, Herculaneumban és Pompeiben szintén a francia volt, és hát az olasz barátaimmal megszerettem az olaszt is, és hát az a két nyelv volt, az a, meg még mondjuk a korai évenben a németországi, a Weimar, Duisburg, Erfurt, ott is kellett már valami idegen nyelvet is beszélni, és hát ezek voltak, amik a képzőszeti hátteremet, ez a kulturális kontextus jelentette, amit a francia kultúra, a német kultúra, a Latin Amerika, már a La Plata és a Caracas és a Porlamar, nem tudom, hogy... És hát Magyarország, hát Sopronban éremdíjat kaptam, Nagyatadon faszobrászati díjat, Pécsen a Kisplasztikai Biennálén rendszeresen szerepeltem,
és hát itthon a Csiki és a Hence baráti körébe, és a többiek is, még sorolhatnám a Fajót, Bak Imrét, másokat is. Én aztán, mikor a bakonyi műhelyből áthívtak engem Győrbe, hogy elvállalnám a modern szobrászatban acélszobrászati csoport megszervezését a Rábába, és a Rába szimbólummal indult egy nemzetközi acélszobrásztelep. És ezen az acélszobrásztelepen, hát ilyeneket hívtunk meg, mint Bohus Zoli, Lugosi Mária, Luxantal, Németországból, aztán olaszokat, franciákat, németeket főleg sokat, mert az ipari kultúra, a Rába, mint zászlós hajója a magyar iparnak, minden áron ezt a modern művészet támogatta. Olyannyira, hogy milliós tételekben kaptunk, ami akkor szokatlan volt, tömb, plexiket, acélokat, egyéb anyagokat, technológiákat. Rendezők kérése vagy megjegyzése volt, hogy nem is kell felirat. Én ugyan szerettem volna feliratokat, mert azok visznek közel azokhoz a közönséggel való kontaktusban mindenképp segít a műcíme, ha bár a verbalitás nem biztos, hogy itt fontos, de miután versszobrokat is csináltam már, tehát nem idegen tőlem a betűkkel való struktúra építés. Itt viszont jellemzően az ipari technikák és anyagok, talán a győri hatás, a Rába Gúla, akkor a Baross Gábor sorozat, ami a acél és a vas miniszternek a tiszteletére készült, kaptam is egy Baross Gábor díjat, akkor van a korai kísértés, a Malevics keresztet, még a 70-es években készült fából, majd utána fémből csináltam meg. Szóval volt egy minimál ártos és geometrikus korszaka, amit itt fából lehet látni, abból egy kis kollekciót. Akkor az orosz avantgardra való rájátszásból talán a Homás Liszicki című munka, Malevicset már említettem az előbb, akkor van egy a Bánki Donát galériát, mikor megalapítottam, akkor készült ez a relief, ami a Bánki Donát modern galéria szimbolikus alkotása volt, egy olasz művésszel, Francesco Varlottával, aki futurista művész, vele együtt csináltunk egy kiállítást a Bánkiba. És a Bánkiban csináltam egy díszudvart, ami a nagyon elhanyagolt interjúr, illetve falak, meg környezet volt, és a dékán úr kérésére kitaláltuk azt, hogy az ipari tájkultúra és az egyetemi vizuális nevelés érdekében csináljunk egy olyan környezetet, ahol a design, a gyári munka, kézműves munka, ipari lakatos, meg egyéb elektronikai élmények, azok jelenjenek meg a körbe az udvaron, a falakon. Talán azokra hasonlít ez a három relief, ami már a életem derekát is jelzi. A La Plata után, La Platában nagy konferencia volt, Zaragozában és Madridban, úgy szintén a Madinak az 50 éves jubilóma, arról nagy album jelent meg. Most legutóbb pedig Madridban újra volt egy Universo Madi címmel egy nagy nemzetközi kiállítás. Ez a Movement, Association, Dimension, Invention nevű ikerszó, ez a mozgás, a elvontság és dimenzió. És hát kicsit az expanzionizmushoz soroltak, és így volt szerencsém, hogy meghívtak Bogotába és Porlamári modern Francisco Narváez múzeumba. De hát Magyarországon is több jeles helyen, a Szombathelyi Képtárban, budapesti műcsarnoki kiállításokon szerepeltem, Pécsen rendszeresen, és hát Győrben a műcsarnokot is vezettem egy darabig, a győri műcsarnokot. A faplasztikák, itt a fából készült reliefekről van szó,
ez a kicsit a tradicionális plasticitás, a hagyományos tárgy kultúra, miután ott ácsok, bognárok, asztalosok és fafaragók doltak, ahol én a Hubert Lafon, a Bakonyi Műhelyt megalapítottam és vezettem. De már én már előtte modern festészettel foglalkoztam, inkább modern, főleg a kubizmus érdekel, de hát a képeim, síkkubista képeim voltak, expresszionista hatás az Atóttól, tehát festettem is. És hát a szín azért visszajött a plasztikába mindenképpen, még a faplasztikába is a kedvelem a színeket, különösen itt ennél lehet látni, hogy próbáltam betenni ilyen kontrasztot, hogy fekete elemet tettem. Vagy itt van a Homás Gotruba, ez is, itt is a festőiség és a plasztikai hatás, ez foglalkoztatott. Volt egy Győr és Bécs kiállítás, ahol megszerveztük a modern győri művészeket és a bécsiekkel, és a Heide Breyer nevű kerámikus, akit csinálunk egy kiállítást ott Győrben, és neki a Konrád György nagyon döbbenetesen szép, egyszerű megnyitót mondott, és hát akkor is kértem fel én a Konrádot több más eseményre is. Itt még a Csiki Tibor meghalt, akkor a Konrádra esett a választás, hogy ő búcsúztatta el a Csikit. Az a címe ennek a hátam mögött lévő reliefnek, hogy Nápoly, ez egy madi relief. És itt kacsingatások más irányba is vannak. A korai konstruktivizmus újra megérintett, amikor a Bauhaus élményeimet próbálom tárgyasítani. Így a Vazereli Múzeumban nyílt egy tavaly a jubileumra egy Bauhaus 100 című kiállítás. Ott ugyan nem ezek szobraim voltak csak, hanem ott voltak ilyen rozsdás acélszalagokból készült konstrukciók, de itt szintén inkább a high-tech, ami, tehát az anyag meg a technika, ez egy mozgás, ilyen minimalista mozgásszobor, az a kettő pedig az architektúra, a desztájl és a Bauhaus architektúrának a élménye. A velencei relief, ami kicsit madi is, ez a krómacél és a fekete plexi, és hát kicsit ott is a festőiség és a síkkubizmus, ami... És még szintén a Votruba homázsokból van itt egy arányra. Ezért kaptam díjat Nagyatádon, illetve nem csak ezért több munkámért kaptam egy Nagyatádon faszobrászati díjat. Hát talán azt mondhatnám, hogy nekem ez a szerzetesi időszak, ez a karantén időszak, ez direkt jól jött, mert rengeteg feldolgozatlan munkát voltam kényszerülve otthon a kertben és a műtermemben és az udvaron nagy méreteket dolgozni, amik hát elkerültek különböző Európa szoborparkokba, múzeumokba, és a műgyűjtők hál' Istennek ráharaptak a modern nagyméretű modern plasztikákat, és sikerült azokat is eladnom, és most is rengeteg van félkészen, és minden nap este azzal fekszem, hajnalban azzal ébredek, hogy ki kell menni, mert még nem hegesztettem tegnap össze ezt, meg azt, meg amazt, meg már összefélceltem, nehogy elfelejtsem, mert öregszem, és elfelejtem a konstellációkat, és akkor hát ez szinte így az embert hajtja előre, talán egészen a sírig, ez biztos, hogy így fog munkálni. Remélem, hogy eddig lesz az energiám, türelmem, meg a gyógyszereimmel is győzöm ezt az aktív tevékenységet. Illetve az aktivitás, hál' Istennek, a nagyobb betegségektől még eddig megkímélt, kivéve a cukor problémát, ami egy ilyen ideg és szíves állapot okozhatta, de hát azt is kezelem, ahogy kell. Hát ez, amit tudok mondani, és hát bent a szobrokról szívesen beszélek bárkivel, nem akarok többet fecsegni, mert szobrászok inkább anyagban szeretnek beszélni, mint szóban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.